Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Miközben a Fidesz hangzatos szabadságharcot folytat a külföldről finanszírozott soros szervezetekkel szemben, aközben a Fidesz volt alelnöke, Magyarország volt családügyi minisztere, jelenlegi köztársasági elnök, személyesen a Sándor palotában fogadja a háttértársaságot. Teszi ezt azok után, hogy például azt nem tartotta fontosnak a magyar köztársasági elnök, hogy a szívhangrendelet kapcsán kialakult társadalmi vitában megnyilvánuljon, néma maradt akkor, amikor a magzati életkorú gyermekek mellett kellett volna kiállnia, de személyes lehetőséget biztosít a tárgyalásra a nyugodtan mondhatjuk, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentő háttértársaság számára. Nézzük meg, hogy miből áll ennek a szervezetnek a tevékenysége Magyarországon. Ugye ők azok, akik karácsonykor mindig megörvendeztetnek bennünket, természetesen idézőjelben, az apa plusz apu plusz gyerekek egyenlő család kampánnyal, de ők voltak azok, akiknek annyira beteg a gondolkodása, hogy a transzneműek számára külön tranzit zónákat követeltek a déli határon. Büszkén hirdetik a honlapjukon, hogy felléptek a gyermekvédelmi törvény ellen, és továbbra is törvénytelenül iskolai sokszínűség hetét rendeznek, illetve LMBTQ témájú mesekönyvek, transz emberek mosdó és öltöző használata kapcsán nyújtanak jogi segítséget, de átmossák az agyát az állami szférában dolgozóknak, legyen szó rendvédelemről, áldozatsegítésről, oktatás, média, egészségügy, gyermekvédelem és a sport területén dolgozó szakemberek. De arról is beszámolnak, hogy sikerült elérniük számukra kedvező jogszabályi háttérváltoztatást gyermekek örökbefogadásával kapcsolatban és nem változtatásról is. Arra is emlékeztetek, hogy ez a szervezet volt az, amely jogellenes módon a tavaszi népszavazáson érvénytelen szavazásra buzdított, tehát a köztársasági elnök ezzel a találkozóval semmibe vette a tavaszi népszavazáson a normális családmodell mellett kiállt 3,5 millió magyar ember véleményét. Botrány, nem fogadnia kellett volna a köztársasági elnöknek őket, hanem például feljelentést tenni, mert az általam egyébként felsorolt tevékenységeik közül több is jelenleg jogszabályokba ütközik Magyarországon. De nem csak ez keltett felháborodást a nemzeti körökben a köztársasági elnök részéről, és nem csak a szívhangrendelet kapcsán maradt néma Novák Katalin, hanem a Munkácsi turulszobor ügyében szintén nem nyilvánított véleményt, akkor, amikor a magyar történelem egy rendkívül fontos jelképét gyalázta meg egy magyar ellenes ukrán állam, hanem mit tett a magyar köztársasági elnök? Ellátogatott Kijevbe, ehhez a magyar ellenes ukrán rezsimhez, és kifejezetten fotózkodott Magyarország köztársasági elnöke, kifejezetten fotózkodott a szobor visszaállítására nemet mondó kormányzóval. Botrány, szégyen. Hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy Magyarország keresztény ország, és komolyan gondoljuk azt, hogy a magyar érdek az első, akkor a köztársasági elnöknek is ennek megfelelően kellene viselkednie. De ez az ukrán politika beleillik abba, amit a kormány vagy a miniszterelnök is hirdetett, hiszen szavakban itt is megfogalmazzák a szabadságharcot, de amikor az Európai Unió részéről a legkisebb nyomás érkezik Magyarországra, hogy az ukrán állam finanszírozásában vegyünk részt, akkor a magyar kormány önként is dalolva ad át ennek a korrupt ukrán rezsimnek 75 milliárd forintot. Ez is egészen elképesztő. Olyan helyzetben teszik ezt, amikor a magyar gyermekek fáznak az iskolákban, 18-20 fokban ülnek, vállalkozások mennek tönkre, mert nem tudják kifizetni a több százezer vagy akár milliós nagyságrendű rezsiszámlákat. Családoknak, nyugdíjasoknak okoz rendkívüli nehézséget az, hogy az alapvető megélhetésüket tudják biztosítani, és vannak olyan vidéki települések, ahol most már 40-50 kilométert kell autózni ahhoz, hogy egyáltalán üzemanyaghoz jusson az ember. Szégyen, a kormány és Novák Katalin ellentétesen cselekszik azzal, amit hirdet. Úgy gondolom, hogy ha valóban komolyan vesszük a kereszténységet, és valóban komolyan vesszük a magyar emberek érdekének a képviseletét, akkor ennek a tettekben is meg kellene nyilvánulnia. Köszönöm a figyelmet!